Budapest Bank 1987-ben alakult, harmadik kereskedelmi bankként Magyarországon. Az egyik legdinamikusabban fejlődő kereskedelmi bank ma. Meghatározó a kis- és középvállalkozások és a lakossági piacon leginkább. Vannak olyan szegmensei a kis- és középvállalkozások finanszírozásának, ahol első helyen szerepel a Budapest Bank. Erre nagyon büszkék vagyunk. A Budapest Banknak egyébként három leány cége van. Ezek közül a Budapest Leasing ZRT piacvezető. Emellett kiemelném, hogy Békés Csabán, egy Magyarországon teljesen egyedi bankműveleti központunk működik, és ez az összes hitelbírálati folyamatot ellátja, illetve itt működik a kontaktcenterünk is, ami kiszolgálja az összes ügyfelet, aki fölhívja a Budapest Bank számát, az Békés Csabán beszél a kollégáimmal. A tavalyi évben is nagyon eredményesen működött 2018-ban és 2019 első felében a Budapest Bank. Ez megjelenik a profit számainkban, ami egy kiemelt és egy stabil működést mutat. Elkezdtünk egy külön kampányt a WWF-fel, magyarországi WWF-fel, az ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében. Egyrészt mi, mint munkáltató, szeretnénk a saját ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, széndioxid kibocsátásunkat csökkentjük, és másik oldalról pedig létrehozunk olyan zöld termékeket, olyan zöld szolgáltatásait a Budapest Banknak, amik lehetővé teszik széles tömegek számára is, hogy akár autó leasingben, autóvásárlás során kapjanak egy olyan kedvezményes finanszírozást, hogyha ők hibrid vagy elektromos hajtású autót vásárolnak, az sokkal kedvezőbben tudjuk finanszírozni, mint ha hagyományos meghajtással teszik ugyanezt. Vagy említhetném a lakásoknak a fűtés korszerűsítését, ami szintén abba az irányba viszi a mi gondolkodásunkat, hogy díjazzuk azokat a ügyfeleinket, akik ilyen irányú hitelt akarnak felvenni, és számukra egy sokkal kedvezőbb megoldást tudunk szolgáltatni. A szolgáltató független mobiltelefonos fizetést emelném ki a tavalyi év legnagyobb eredményei közül, ami piacvezetővé tett minket akkor 2018-ban, mostanra már felzárkózott több más versenytárs is emögé, de kiemelem a online számlanyítás, az áruhitel és a leasingnek a termékfejlesztését. Azt gondolom, hogy ez is egyértelműen jelzi a digitális fókuszt, a digitális stratégia fontosságát a Budapest Bankon belül. A második alkalommal működünk együtt a Pamkutya formációval, ugye a Magyarország egyik legérdekesebb és legnézettebb videoblogger oldala, és a két fiatalembernek azt a feladatot adtuk, hogy Izlandról készpénz és bankkártya nélkül csak mobiltelefonos fizetési lehetőséggel jöjjenek haza, és ezt mindezt úgy tegyék, hogy zéró emissziót bocsájtanak ki. Egy elég tanulságos és humoros hazaút az, ami megtalálható a internetes felületén a Pamkutyának. Érdemes megtekinteni ezt is.